Ancsin Gábor számára teljesen új élet kezdődött a Ferencvároshoz való szerződésével. Férfi kézlabda csapatunk jobb átlövője Dunaújváros, Szeged, Veszprém és Mannheim után először él Budapesten, de már kezdi kiismerni a nagyvárosi forgatagot. Amennyire féltem ettől a nagyvárosi élettől, illetve a forgalomtól, nagyon jól megszoktam és nagyon élvezem. Nyilván azért a forgalmat mindig bele kell kalkulálni, hogy időbe odaérjek, de eddig szerencsére lekapogom, nem volt ezzel semmi probléma, mindig oda tudtam érni edzésre. Ugye nyilván a kondi edzéseink az nagyon-nagyon közel van hozzánk, úgyhogy ebből a szempontból ez tökéletes számomra. Ha a forgalom engedi, akkor játékosunk maximum 20 perc alatt beér az Elek Gyula arénába. Ugyanakkor a lakóhely kiválasztásakor Gábornak és kedvesének még egy fontos szempontot kellett figyelembe vennie. Nem nagyon tolerálták azt ugye a bélet szempontjából, hogy kutyákat is vinnénk, és azért az is szempont volt, hogy valamilyen szinten közelebb legyek a természethez, vagy ilyen zöld területekhez. Mintha csak megérezték volna, hogy részben miattuk is jöttünk, a két rendkívül barátságos argentin dog szívesen produkálta magát a kamerának. Hopp! Jó! Ezt felvetted? Gyere! Gyere csak! Gyere! Gyere, hopp! Jó vagy! Ügyes vagy! A Szuka, ő 7 éves, őt Szegának hívják, őt egy szerbiai tenyésztőtől vásároltam. Még akkor, amikor oda Szegedre igazoltam, és a kanő meg már úgy jött egyfajta mentésen keresztül, hogy örökbefogadással. Úgyhogy őt pedig Atlasznak hívják, és minden nap boldogítja az életünket. Abszolút nincs velük semmi probléma, tehát mondom, otthon vannak, egész nap fekszenek az ágyukba. Nyilván, amikor kaja idő van, akkor azért jobban szeretnek odajönni hozzánk kunyerálni, de amúgy tényleg csak az alvásról szól jóformán az életük. Azért az időjárástól is függ, hogy mennyit tudunk kint lenni, mivel gyűlölik az esőt, úgyhogy képesek nem kimenni akár 2 napig is, hogyha esik az eső. Úgyhogy ebből a szempontból szerencsém van, hogy kifogtam 2 nagyon lusta kutyát. Az érdekes, hogy nem nagyon ilyen játékcentrikusak. Lehet, hogy ez az én hibám, hogy nem fektettem rá elég időt, de egy vizes flakon jobban el vannak, mint egy csipogós labdával. Gondolom, akkor egy világéletedben, meg a pároddal is így állatbarátok voltatok. Igen, abszolút. Én gyerekkorom óta imádom a kutyákat, mindig is volt a családnál kutya, és lehatároztam, hogy amint úgy nyilván úgy felnőttebben, vagy a felnőttebb korba lépek, akkor lesz nekem is egy kutyám. És így lett 2. És ki tudja, hol a vége. Kézilabda veszélyben van, ha mondjuk kikerül otthonnátok a polcról, vagy másik? Nem, abszolút nem. Otthon tényleg, tehát nehéz ezt elhinni, mert mindenki azt gondolja, hogy ugye hatalmas mozgásigényük van és hiperaktívak, pedig tényleg egy rossz szavunk nem lehet rájuk, mert otthon semmi vizet nem zavarnak, tehát hazaérünk, nyilván megetetem őket, és onnantól kezdve csak az alvás és a lustálkodás a fő életcéljuk. Gyere csak! Atlasz! Atlasz! A másik kutya. Másik kutya. Aha. Fejezd be! Gyere ide! Üljél lefele! Üljél le! Például ő más kutyákkal nem kompatibilis, de ő viszont meg, hogyha egyedül van, akkor kvázi bárkivel eljátszik. Hogyha 2 kutyát szétszakítanánk, az biztos, hogy nem élnék túl, mert olyan szinten szimbiózisban élnek, hogy kutyaoktató is azt mondta, hogy ilyet még nem látott. És iskolában jártatok? Igen, a Szukával jártunk, vele meg is van egy ilyen engedelmességi vizsga, aztán vele már nem nagyon jutottam el, de szerencsére ugyanúgy hallgat rám, meg tehát nyugodt szívvel elmehetek velük bárhova. Úgyhogy tényleg jól sikerült megnevelni őket, azt leszámítva, hogy más kutyákkal nem kompatibilisek.
Szerencsére az időjárás kegyes volt hozzánk, így sokáig élvezhettük a napsütést. Miután a kutyusok kijátszották magukat, elindultunk haza, ahol már várt ránk Gábor párja Barbie is. Amint beléptünk az ajtón, a dogok leheveredtek a helyükre, látszott rajtuk, hogy jól esett nekik a délelőtti séta, persze a búcsúzásunkkor szinte alig akartak minket elengedni.